Dr. Belső Nóra itt van velünk újra. Hagytak pihenni a nézőink, vagy sok telefonod volt? Nagyon sok telefon volt, érthető módon, hiszen azért a óvodaiskolai percekben most már sokan otthon vannak esetleg, és tényleg kötögetik a füzeteket, vagy éppen nézik, hogy milyen tornazsák legyen az óviba. Szóval nagyon sok érdekes és jó kérdés hangzott el a telefonokban. Tehát, volt-e, ami visszatérő kérdés volt? Alapvetően mindegyik más volt, ez az érdekes, de az óvodai beszoktatással kapcsolatban aggódó nagymama is, anyuka is volt reagálása arra, hogy a második gyermek most született meg, és akkor a nagyobbik ugye elmegy az óviba, tehát hogy erről beszéltünk, de ott már szerencsés volt az eset, mert a gyerek már egy pár hónapot a születés előtt is járt óvodába, tehát most ez nem egy akut probléma. De azt hiszem, hogy a telefonokból is az tűnt ki, amiről itt is beszéltünk, hogy ez tényleg sok esetben inkább a szülőnek jelent egy aggodalmas periódust, semmint a gyereknek annyira, és tulajdonképpen a szülőknek kéne tudniuk ezt a problémát egy kicsit elengedni, mert a gyerekek valószínűleg sokkal rugalmasabban képesek erre a helyzetre reagálni, mint mi azt gondolnánk. Milyen érdekes, hogy mondod, hogy nagymamák is telefonáltak. A hét elején volt gyerekorvos itt, a óvodás iskolás fertőzésekről, amiben most majd bekerülnek, és ott is ő is mondta, hogy nagyon sok nagymama telefonált. Hát egyébként ez nem ritka, én is itt többször megfordulok depressziótól kezdve szülés utáni depresszió egyéb témakörökben, és nagyon sokszor tényleg az aggódó nagymamák anyukáként nyilván szoktak telefonálni, hiszen esetleg ők jobban ráérnek, vagy nagyobb látószöggel látnak rá arra a problémára, amiről itt beszélünk, ez egy teljesen természetes dolog, vagy akár azért, mert ők már egyszer a saját gyereküknél ezt a periódust túlélték, és tudják, hogy lehet lazulni is, és esetleg felismerik azokat a tüneteket a saját lányukon, fiúkon. Ez az a pont, hogy ők tudnak hatni a szülőkre, ugye a saját gyerekeikre, hogy esetleg akkor... Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a környezet valamilyen szinten adjon visszajelzéseket, és tudja segíteni ebben a helyzetben a szülőket. Nóra, tudod, mi jutott még eszembe, hogy nagyon gyakori a gyerekeknél iskolába kerüléskor, óvodába, hogy elkezdenek tikkelni, aminek borzasztó sok válfaja van. Az én kisem egy darabig kattogott így a nyelvével, az iskola kezdés után egy hónappal, de hát van az klasszikus, hogy a kacsintanak sokat, stb., hogy ezeket a szülő, ha észreveszi, és rájön, hogy ez a tikkelés kategóriába tartozik, akkor ezt hogy kell kezelni? Szabad a gyereket figyelmeztetni, hogy ne csináld, vagy teljesen rá kell hagyni? Ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor itt rögtön egy telefon is eszembe jutott, úgyhogy erre figyelmeztessetek, hogy azért arra reagáljak itt a műsorban. Tehát a tikkelés az nagyon sokszor lehet a stressznek egy jele, ami egyébként jön és megy. Tehát ugyanúgy, mint ahogy bőrkiütések is a gyerekeken elég gyakori száma megjelennek, aztán nem foglalkozunk vele, elmúlik, tehát a tikkelés lehet egy ilyen is, de lehet egy olyan is, hogy a közösségben van egy gyerek, aki hasonló dolgokat csinál, és egyszerűen a többiek átveszik, vagy némelyek átveszik, ezt én a saját gyerekeimén is időnként ilyen beszédstílust, vagy akár egy-egy ilyen apró tikket lehet tapasztalni. A tendenciát hogy kell figyelni. Igen, a tendenciát kell figyelni, tehát úgy különítem el, hogy azt figyelem, hogy ez megjelent, időszakosan ott van, és tulajdonképpen nem romlik, nem lesz gyakoribb, akkor nem kell vele foglalkozni. Tulajdonképpen még lehet, hogy a gyerek figyelmét sem kell rá igazán felhívni, mert néha a tudatosítás a sokkal rosszabb, az még jobban befeszíti a gyereket, mint hogyha azt mondom, hogy jó van, majd elmúlik. Ha azt látom viszont, hogy ez egyre súlyosabb, gyakrabban jelenik meg, esetleg kiterjedtebb, akkor viszont akár a gyerek figyelmét is fel lehet rá hívni, de akkor talán inkább szakemberi felé kellene fordulni. Ezek a tikkek sokszor megmaradnak ám, tudok. Meg tudnak maradni a tikkek, de ha azt időben felismerik, akkor azért nagyon sok esetben lehet ezen. Felismertem, és mégis. Hány évesen? Hát nem tudom. Menjünk a terápiába. Találkozunk. Na és akkor még egy a stresszre a telefon, amit ígértem így záróan, hogy volt egy anyuka, és ez viszont egy nagyon gyakori eset, aki azért telefonált, hogy a gyereke már beszokott, és nagyon jól érezte magát a közösségben, és most egy hete jelentkeztek nála olyan tünetek, hogy nem akar maradni, anyukát nem akarja elengedni, sírós, stb. Én rögtön azt kérdeztem, hogy esetleg nincs a csoportban egy új gyerek, nem verte fejbe egy másik gyerek legóval, vagy kiderült, hogy de egy hete egy kisfiú megharapta. És ez nagyon gyakori, hogy a gyerekek közötti konfliktusok azok áttevődnek egy ilyen szorongásba, és akkor az úgymond
bántalmazott gyereknél jelennek meg a tünetek. Árulkodó jelek. És ez egy fontos dolog, mert esetleg az óvónők se veszik észre, a szülőnek a gyerek nem biztos, hogy ezt elmondja, mert nem akar árulkodni, vagy éppen nem is gondolja, de hogy... De utána kell de mindenképpen érdemes utána. Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.